térjünk vissza az alapokhoz. Arról szeretnék nektek pár gondolatot, hogy mi is az igazi áttörés. Melyik nap egy jobb videómban történt egy felismerésem, mégpedig a hasonlatot egy kis csirkéhez tudnám viszonyítani. Most képzeljétek el, hogy te vagy a tojásban lévő kis csirke. Aki azt gondolja magáról, hogy az, amiben van, az a világ. Mindaddig, míg nem ébred rá arra, hogy mindaz, amit eddig gondolt magáról, környezetéről, hogy az nem is a valóság. Miért is nem? Mert abban a pillanatban, amikor kiderik a tojás héja, és kikukucskál a kis csirke, akár te is, abból a tojás héjból, és rájön arra, hogy itt sokkal többről van szó, sokkal nagyobb világ van. És elkezded kutatni az összefüggéseket, az univerzum törvényeit. Elkezded magadat és másokat másképp látni. Elkezded a világot érzékelni körülötted, az érzékszerveiddel. De gondolom, hogy ti itt vagytok mindannyian, ezen az áttörésen már átmentetek, mert valami többet akartok, valami jobbat. Mert úgy érzitek legbelül, hogy megérdemlitek, hogy szükségetek van rá. Különben nem keresnétek. Különben nem volna bennetek rengeteg sok kérdés. De amíg kérdés van bennetek, addig az azt jelenti, hogy jó úton jártok. De amint a kérdések elfogynak, egyre közelebb vesztek a célotokhoz. Mert akiben már nincs kérdés, az valamilyen szinten nem létezik. Tudatos jelenlét. Ki az, aki ennek a szónak a definícióját tudná jellemezni? Nyugodtan csak egy megjavallással nem kell feltételezni. Tudatos jelenlét. Mi is húzódik ez szó mögött, hogy tudatos jelenlét? Fókuszáltság. Nagyon jó. Én összpontosítást mondom. Tökéletes. Megélni, hogy történik. Megélni, tökéletes. Nagyon zseniális. Tehát tudatos jelenlét. Itt vagyok lélekben, testben, szellemben, az összes érzékszerveimmel. Még azok érzékszerveimmel is, nyugodtan csücsüljetek le, megvárjuk, amikről ma még lehet, hogy nem tudsz. Mikor összpontosítva figyelsz a jelen pillanatban, tehát a hangsúly az, hogy összpontosítva. Nem csak felületesen figyelsz, akár figyeled magadat, akár másokat, a környezetedet, a tárgyakat, a szagokat, a hangokat, bármi más. Legfontosabb mindezek felett az érzelmekre figyelni. Ez a kulcsmomentum, mert az érzés adja meg neked azt, milyen az irány? Kell-e változtatni, hogy az út, amiben jársz, az egy jó és járható út? Később, mikor egyre tudatosabb vagy a jelenlétben, majd fogsz tudni figyelni a gondolataidra. Ez picit nehezebb. Jó. De nagyon sok gyakorlással ez is kivitelezhető. És a legnehezebb összes között az ösztön. Mi is az ösztön? Azok a paradigmáink, azok a szokásaink, amik sejtszinten bennünk vannak, belénk vannak égetve. Mikor megtörténik a felismerés, tehát tojásból kikukucskáltál, látod a világot, és tudod, hogy többről van itt szó, és befolyásolásod van az egészről, és te vagy az irányítója az életednek, az egy
kulcsfontosságú lépés. De a legnehezebb, hogy folyamatosan visszaköszöntnek a régi mintáink, az időnyomon, amiket átéltünk, akár gyerekkorunkban, akár felnőttkorunkban, bizonyos traumákat. És ez azért van, mert valami olyan mély drámát, olyan mély fájdalmat átéltünk, hogy folyamatosan nem akarjuk újra átélni. És mivel nem akarjuk, ezzel a nem akarással újra teremtjük. Újra adod neki az energiát, újra táplálod, újra ott van fókuszod. Ezért rengeteg önfejlesztő, aki már 8-10 éve önfejlesztéssel foglalkozik, nem tud A-ból a B-be eljutni. Mert háttérben ott van, ami nem engedi őt. És ez a háttérből irányít téged. Az, amikor meg tudod fogni a inger és válasz közötti 10 másodperces rést, akkor meg fogod tudni fogni az ösztöneidet. Hogy bizonyos dolgokat miért automatikusan csinálsz. Ösztönszerűen. Első fázis ennek a fejlődésnek az, hogy utólag eszmész rá, hogy valamit másképp is lehetett volna csinálni. Majd később megfogod magát a csíráját a folyamatba. És a legprofibbak pedig akkor fogják meg a folyamatot, mikor a érzés megjelenik, és maga a cselekedet még nem. Tehát még csak a levegőben van a történet. Ez egy folyamatos gyakorlás. És soha nem kapsz meg többet, mint amire megjön. Se nem előbb, se nem utóbb. Mindent akkor fogsz megkapni az élettől, amikor megértél.